Hát nagyjából kész vagyok, még nem teljesen végéből, még hiányzik valamennyi, nem tudom, hogy 15-20 darab, az már holnap kész lesz. Hát sok minden nem látszik belőle, nem tudom, majd hogyha kihajtanak a fák, akkor szépen látszik a sorok szépen látszanak, majd akkor megmutatom, felmegyek oda az ócska töltése, aztán onnét megmutatom. Brutális szárazság van, itt a szántáson látszik is. Egész januárban eső miatt nyafogta, hát akkor se esett sok eső, csak minden nap egy kicsi. Mennyiség ez nem volt sok. Úgyhogy egész télen amiatt, vagy egész januárban amiatt nyafogtam, mert februárban, hát szerintem nem is tudom, hogy kétszer vagy háromszor esett eső, valamennyi. De mindig fúj ez a szél, az idő is meleg, szárítja a földet rendesen, úgyhogy mostanra komoly szárazság lett. A cigányok, amit kivágtak, kökényt, annak is el kéne tüzelni a lomját, de tűzgyújtási tilalom van, úgyhogy meg se kísérelem, mert 50 ezertől 3 millióig mehet a büntetés, úgyhogy inkább azzal most nem játszanánk. Csak az a baj, hogyha majd kinő a kökény, a levágott tövek kihajtanak, akkor már utána nem nagyon tudok vele mit csinálni, de hát mondjuk az még messze van. Hát még májusig még reméljük feloldják a tűzgyújtási tilalmat. Úgyhogy, hát ennyi. Szépen zöldül a határ. Érdekes, hogy gyerekkoromban mindig ilyen idő volt, legalábbis ugye mindig az ember azt mondja, hogy régen mindig minden másképpen volt, de tényleg másképpen volt. Mert gyerekkoromban én úgy emlékszem, hogy ilyen március 15-e körül már mindig ilyen pulóveres idők voltak, tehát ilyen kellemes idők voltak. És nagyanyám Erzsébet volt, és Erzsébet meg Katalin nap körül már ilyen télies idők voltak, meg nem egyszer hó is volt. Ezzel szemben most egy olyan 15 éve már legalább az van, hogy még a december is ilyen késő őszies idővel elmúlik, és utána viszont a tél az kihúzódik március közepéig. És mondjuk ez az év ez most rám cáfolt erősen, mert nem tudom ezen a kamerán mennyire látszik, de itt már nagyon szép zöld a fű. Szinte napról napra látszik, hogy nő a fű, nagyon megindult. Ami nem baj végül is, jó nekem, de feltűnő. Úgyhogy ez eddig nem így volt. Mondjuk nem szorul rá, hogy reklámozzam, de van egy csatorna, Atomcsia YouTube-on. Most Ürge Forsac Diana tartott egy előadást a globális felmelegedésre. Akit érdekel, nézze meg. Tehát ő mondta azt, hogy 2050-ig, vagy 2040-ig? 2050-ig zéro
karbonkibocsátásra lenne szükség ahhoz, hogy megváltozzon és hogy megállítsuk a felmelegedést. Ami hát elég erős vállalás, ez kizárt, hogy... Mert hát Párizsban is ugye megkötötték a szerződést, de azóta nem, hogy egy liter gázolajjal, vagy egy liter benzinnel, vagy egy kiló szénnel, de nem fogyott kevesebb, hanem több fogyott. Úgyhogy hát ez még... Meg hát mi lenne helyette, ugye? Mert az ember ezt nem tudja, és legalábbis én nem értem, mert az a baj, hogy ugye a Földnek a embereltartó képessége az állítólag 1,5 milliárd ember. Mi van, kutya? Meguntad magad, mi? Megyünk haza mindjárt. A Földnek az embereltartó képessége az 1,5 milliárd ember. És az, hogy már most 7,5 vagy talán 8 milliárd embert el tud tartani a bolygó, az semmi másnak nem köszönhető, mint az iparszerű mezőgazdaságnak. Az iparszerű mezőgazdaságot meg hát nagyon nehéz lenne elképzelni gázolaj nélkül, meg kemikáliák nélkül, meg műtrágyák nélkül, ami mindegyik földgázból, meg kőolajból van. Úgyhogy, hát ez mondjuk nekem nem áll össze, hogy ez hogy fogják megállítani a karbonkibocsátást. Úgyhogy ezt nem tudjuk. A kamionokat, meg a traktorokat elektromos hajtásúra megcsinálni, az ugye nyilván lehetetlen. Csak a gázolaj marad, tehát ott, mert még a személyszállítást azt meg lehet oldani. Ugye a vonatokat is elektromos, meg az autókat is már most nem tudják elektromos hajtással, de azzal is az a probléma, hogy az elektromos áram, hát az miből van? Az is kőszénből van, meg gázturbinás erőművekből van. Annyi, hogy mondjuk van egy pár ország, mint Magyarország, Franciaország, meg talán Finnország, ahol jelentős az atomenergia, meg van egy pár ország, mint Norvégia, ahol a vízenergia beleszól a dolgokba, de amúgy a többi országban, Németország, Lengyelország, lehet sorolni mindenkit, mindenki fosszilis energiából csinálja az áramot. Úgyhogy ez érdekes lesz, hogy oldják meg. Hát izgatottan várjuk a fejleményeket.